Tisztelettel szólítom a színpadra Szadai Józsefet, Ráckeve város polgármesterét. Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a szép márciusi napon, ha még nem is mondhatjuk azt, hogy Isten igazából ez egy tavaszi nap lenne. A mai ünnepségre Ráckeve város március 15-i ünnepségének szónokaként Páncél Károly urat, az országgyűlési képviselőnket kértük föl. Ezúton kérem képviselő urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ráckevei ünneplők, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntöm polgármester urat, járási hivatalvezető urat, Molnár László igazgató urat, az Adi gimnázium igazgatóját, és természetesen a most még a színfalak mögött álló Adi család tagjait, a diákokat, akik ma itt az ünnepi műsort adják, mint az már megszokott minden évben itt Ráckeven. Még egyszer nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet a mai ünnepségen, köztük Török László képviselőjelölt urat is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a magyar nemzet születésnapja, a magyar szabadság napja. Azt mondják, minél nagyobb múltú és sűrűbb sorsú egy nemzet, annál kérlelhetetlenebbül nehezedik rá a történelme, annál nagyobb felelősséget és kötelezettséget ró az élő nemzedékre. Ránk magyarokra 1000 év viharos helytállása hagyott súlyos örökséget. Ez a súlyos örökség ugyan nyomja a vállunkat, de egyenessé és erőssé teszi a gerincünket. Március 15-én is érezzük a felelősséget, de érezzük a tavaszi újjászületést, jól esik mélyen belélegezni a tavaszi levegőt, emlékezünk a márciusi ifjakra, a vértelen, szép forradalmunkra. Nem kétséges, hogy március 15-e az a nemzeti ünnepünk, ami leginkább a közgondolkodás részévé vált. Ünnep, amit nem kell megmagyarázni. Ünnep, ami évről évre ismétlődően tartalmazza a már-már liturgikusan állandó elemeket. Ünnep, ami megihletett költőt, írót, muzsikust, festőt, és ezáltal egy kicsit el is emelkedett a valóságtól. A nemzeti mitológia részévé vált. Március 15-e az a nemzeti ünnepünk, amely leginkább a közgondolkodás részévé vált. Bizony, amíg világ a világ, addig minden magyarnak meg lesz a privát válasza, hogy Széchenyi vagy Kossuth, hogy tényleg elesette Petőfi Segesvárnál, le kellett-e tenni a fegyvert Világosnál, engedette a 48-ból Deák Ferenc, és hogy szabad volt-e újból férhez mennie Szendrei Júliának. 1849 óta nem kocintunk sörrel, és bentábornagy örökké Bemakó marad. Van Kossuth kalap, Kossuth szakál és Kossuth nóta. Kossuth nóta, amihez fogható szerető imádságot úgyse fognak a népek többé egy pénzügyminiszter kalapjára sem énekelni. Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. 1848-49 tehát több, mint a nemzeti tudat része, 1848 benne él a nép lelkében. Tisztelt ünneplők! Nekünk magyaroknak a szabadság soha nem pusztát annyit jelentett, hogy fellázadunk valami ellen. A magyarok számára a szabadság azt jelentette, hogy kiállunk valamiért. Fontos a nemzet, a nemzeti összetartozás, a nyelvünk, a kultúránk, a mi földünk, az európai keresztény hagyományaink, hogy nekünk fontos a család eszménye, a hűség és a becsület. Ez a magyar szabadság. 6 nemzedék választ el bennünket 1848 hőseitől, mégis szabadságvágyunk és eszményeink melletti konok kitartásunk, mondjuk úgy a jellemünk, mit sem változott. A magyar szabadság és függetlenség eszménye az építés, az alkotás és az értékteremtés eszménye. Sohasem a rombolásé. Mi sohasem más nemzetek ellen,
hanem mindig a mi nemzetünk felemelkedése érdekében harcolt. Mutasd meg az ünneped, megmondom, ki vagy. Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy nemzet voltunk. Nem szám szerint értjük ezt, hit, erkölcs, szellem dolgában, ott akkor a reformkorban, 48-49-ben nagy nemzet voltunk. Ez a nagy nemzet tudott adni hőst, politikust, hadvezért, és a kellett mártírokat. Kossuth a haladó szellemi vezér, aki később emigrációs kormányával fenntartotta a szabad Magyarország eszméjét. Deák a haza bölcse, a kiegyezés szellemi atya. Görgei Artúr, a legendás hadvezér, aki hosszú élete végéig az árulás vágyával élt, és viselte annak terhét. És adtunk mártírokat számolatlanul. Nagy nemzet. Vannak minden nemzet történetében fontos állomások. Vannak a nemzeti szolidaritásnak olyan példái, amelyekre újból meg újból emlékezni kell. Biztosan jó érzés németnek, olasznak, vagy franciának lenni is. Nem vitatom. De mi magyarok vagyunk, mi azt tudjuk csak, hogy jó érzés magyarnak lenni. Különösen ilyenkor, március 15-én, amikor a nagy nemzet végtelen szabadság szeretetére gondolunk. Akkor nem sikerült. De büszkék vagyunk rájuk, mert a magyar nemzet legszebb, legjobb ényét mutatták fel. Igen, jó érzés magyarnak lenni. És ezt nem kell elhallgatni, hanem minél hangosabban ki kell mondani. A magyar forradalomban minden együtt volt. A váratlanság, az egyre fokozódó hevültség, a jog, a költészet, a tavasziassá vált élet és az édes hazavédelme. És ott volt a végítélet, és ott volt a mártírium is. Tisztelt ráckevei ünneplők! A forradalom után létrejött első magyar kormány teljesítményéhez egyetlen későbbi sem mérhető. Amit ők végeztek néhány hónap alatt, arra szerencsésebb népeknek 100 éveket engedett a sors. A gondviselésnek hála 1848 áprilisában nem hőzöngő, gyűlölködő, a bosszúért lihegő, hanem felelős, dolgozni, építeni akaró és változtatni képes emberek álltak az ország élén. Vezetők, férfiak, a Batthyány kormány tagjai, akik nem a nyugati minta másolásába fogtak, hanem az ország saját pályáját keresték. Nem egyszerűen válságot kezeltek. Nem a régi kabátot foltozgatták, hanem új ruhát szabtak. Azonnal cselekedtek, jót és jól. Magyarország a 48-as tavasz forradalmi eseményei után egyetlen nyár alatt erős, jó törvényekkel megalapozott, korszerű állam alapjait rakta le. Tisztelt ünneplők! A hazáért és a szabadságért tenni kell a békésnek tűnő hétköznapokban is. Mi magyarok ezt megtanultuk, és emiatt vagyunk ma itt, Európa szívében, az 1000 éves magyar államban. A magyarok ösztönei mindig jól működtek. Talán mert az elmúlt 500 évünk nem szólt másról, mint a szabadságért való küzdelemről. Európa szerencsésebb részén ezt gyakran nem értik, mert nekik több száz éve adott volt a szabadság. Emberöltők óta nem kellett küzdeniük érte. Eddig. Ez a szerencsésebb időszak most véget ért. Az európai nemzeteket, az európai létformát, a biztonságot, a kultúrát, a hitet ma olyan veszély fenyegeti, ami veszedelmesebb minden eddigi erőnél, amivel Európa valaha találkozott. A magyarok válasza ma is az, ami volt 48-ban, majd később 1956-ban és 89-ben, szabad, független, keresztény Magyarországot akarunk. Az Isten áldja meg Önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm Páncél Károly országgyűlési képviselő úr szavait. Ünnepi megemlékezésünk a ráckevei Ady Endre gimnázium diákjainak Szabadság szerelem című műsorával folytatódik.
Felkészítő tanárok Páldárné Verbanics Tünde és Bálint Hajnalka. Rossz néven, ha elhagyom az önözést. Én olyan ember vagyok, hogy amely házba bemegyek, szeretem magam hanyat vágni a ládán. Miután tehát nálad befogtattam, s te ajtón nyitottál. Megengedett, hogy egész kényelmemet használjam, amennyivel inkább mert már barátomnak neveztelek. S te engemet viszont, és én e részemről nem szoktam ezt szót minden nap értelemben használni, s remélem, te is így alkalmaztad reál. Az igaz, hogy a tehetség nélkül, vagy a féltehetséggel előre tolakodó embereket nem szeretem. Nem, de a valódi tehetség előtt leborulok és imádom. Nagy, igen nagy örömömre volt leveled, s versedet már annyiszor elolvastam, hogy könyv nélkül tudom. Majd leírom és elküldöm Toppának. Legényám még az is a talpán. Átaljában arany, Petőfi, Tompa, Isten Krisztus úr se szép triumvirátus. S ha dicsőségünk nem lesz is oly nagy, mint a római triumvirátusé volt, de érdemünk úgy hiszem lesz annyi, ha nem több. S az érdemdíj egy falusi papság, egy falusi edzőség és egy nagyvárosi semmi. De se baj, én igénytelen ember vagyok, s ezzel is beérem. S ha éhen veszek is, megélek voltom napjáig. Azon túl pedig nem szoktam aggódni sorsom felől. A temetési költségekről gondoskodjék más. Bizony, szomorú mesterség ez a magyar íróság. Az én Sándor öcsém még két versen is megörvendeztetett. Lássuk. Eső és hószakad. Mi gondunk rá? Milyen a konyha szöglete? Kegyelmes jó úrunk helyeztetett ide. És gondunk ételre sincs. Ha gazdánk jól lakék, marad még asztalán, és milyen a maradék. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj. No de, ebcsönbe for. És harag múltán urunk ismét magához int, és mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait. Eső és hószakad. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk. Nincs egy bokor sem, hol meghúzhatnunk magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül. E kettős üldözünk, kínos, kegyetlenül. S amott a harmadik, a töltött fegyverek. Fehér hóra le,
piros vérünk csepeg. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk. Részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Kedves jó Sándorom, ha gyakran visszaemlékezel azon egyszerűen töltött 9 napra, amíg nálunk időztél, kimondhatatlanul jól esik nekünk. De hát mi bajtás? Nincs egy kedves falatunk, melyet megennénk neved megemlítése nélkül. Ha most itt volna Petőfi, ha ehetnék belőle. Ezt így tette Petőfi, azt amúgy, ez kedves volt neki, stb. Az mindig úgy megy. Beszeretnék, ha a mi fiunk volnál. Ha hozzánk járnál legalább vakációra. Tompa még nem válaszolt, de nem is késett még azon a tekervényes postán. Beje ide annyira van, mint Észak-Amerika. Imádott Jankó, amit látod ott fönn, nem Londonból írok, mint ígértem, hanem Bejéből. Ha nem hisz, az mindegy. Kettejük köz csak annyi a különbség, hogy London nagyváros, Beje pedig kisfalu. London Angliában fekszik, Beje pedig Magyarországon. Harmadnapi, hogy Master Tompánál dégálok, aki virágokról írna regét. Hol tél, tavasz, nyár fogoznak össze, felhőkbe nyúló bérc oldalán, havasi rózsa nyilván, szelidebb lesz a rideg táj virulatán. A kerti rózsák szépek, kevélyek, sajnálva a kis távol rokon, egyek közülök a bércre küldnek, ki a virághoz érkezve mond. Sorsod kietlen bércen nyomorogván, szívünkre vettük kis rózsaszál. Jövel közénbe, s légy boldogabb ott, szebb is lehet még, mint itt valál. Szép, büszke rózsa, menj vissza és mondd, köszöntve a jó testvéreket, nem hagyom én el e zord vidéket, mert boldog éltem, csak itt lehet. Hogyan? Mohós szilt, bús tört a fenyvek, s hol lepte ormok szomszédjaid? A mennyha dördül, s villáma csattan, reszket, nyögatálj, s boldog vagy itt. Csak éljetek ti, kében, örömben, színesre festett rácsok mögött. Én a szabadban vágyok maradni, ahova engem sorsom kötött. Kóró te benned szülötte földem, inkább leszek, mint másút virág. Szebb itt az ősz, mint más föld tavasza, az éj, mint máshol a napvilág. Szeretve hozzád simulok, érted? Én nem cserélek más idegen. Ó, mert előttem hazám, te földed minden virága, s porszemje szent. Szerelmetes fa, Jankóm, leveledet kapám és ásóm. Nagyon szép tőled, hogy oly hosszan írsz, ezután is úgy tégy, de tőlem ezt ne kíván viszont a világért se. Mióta megházasodtam, olyan lusta vagyok, mint valami török basa. Még csak verset se írok, hát egyebet hogy írnék? Tisztel és ölel, csókolj benneteket, barátod, Sándor. Ahol huszár van, ott szerelem is van. Galamb van a házon, csillag van az égen,
Az én ölemben van kedves feleségem. Úgy tartják ringaton a kedves karjaim, mint hajnali harmatot a rezgő fonaljaim. Ha már megöleltem, miért meg ne csókolnám? Csókokban nem szegény, nem is fösvény a szám. Beszélgetünk is, ám ez csak félig beszél. A másik fele már csókokban olvad szét. Nagy a mi örömünk, nagy a mi mulatságunk, gyöngynek is beillik, fényes boldogságunk. De az én kardomnak ez sehogy sem tetszik. Ránk szemét a falról mogorván mereszti. Mit néz ez az öreg kard ilyen mérgesen ránk? Vén golyhó, talán a szerelem féltésben? Hagyd el ezt, te bajtárs, nem való ez néked. Ha férfi vagy, ne üzd asszony mesterséget. De meg nincs is okod engemet féltened, hiszen ismerhetnéd már feleségemet. Ismerhetnéd lelkét, ezt a ritka lelket, amin őt az Isten nem sokat teremtett. Ha szüksége van hazának karomra, téged saját keze költ fel oldalamra. Oldalamra köt, ki búcsúját így veszi. Menjetek, és legyetek egymásnak híven. Mint hogy oly sokáig várakoztattalak, tehát kárpótlásul, iparkodtam minél rövidebbre szabni levelemet, tisztelve csókolva benneteket, jobbra-balra, agyba-főbe, előre-hátra, maradok érdemes barát. Lord Krumpli Arthur. Kedves barátom, ön azt gondolod, hogy az itteni zsidóboltban nem lehet fél ív paraszlevelet venni fél krajcárért a váltó cédulában? Azt gondolod, hogy levelet rövidségéért kárpótlást nyújt nekem annak ostobasága? Megérdemlenéd, hogy ne válaszoljak. Ne félj, csak menjek Pestre, felkereslek és kiéllek esztendei jövedelmedből. És igen jó, hogy torok gyulladásodból kigyógyultál, legalább megfojthatlak akkor. Most pedig mulatságul küldöm neked murány ostromát. Mulasd magad vele, ami csodás. Nagy időket élünk. Forradalom van, barátom. S így képzelheted, hogy mennyire vagyok elememben. Sokan el akarják mozgalmunktól a nevet vitatni. És miért? Mert vér nem folyt. Ez csak dicsősége a dolognak. De a dolgot nem változtatja meg. Én forradalomnak tartok minden erőszakos átalakulást. Márpedig mi erőszakkal vívtuk ki a sajtószabadságot és Táncsics kibocsátatását. Hogy ellenszegülés nem történt, ez csak azt mutatja, hogy az ellenség vagy teljesen átlátta tehetetlen gyöngeségét, vagy gyámú volt megtámadni bennünket. Ha láttad volna, míg jön a küldöttség, megjelent ezrek és ezrek kíséretében, a követeléseivel, milyen halvány volt, és mint reszketett, nagy méltóságú helytartó tanács. Thank you.
Kedves sándorom, vedd szíves készszorításomat polgári dicső küzdelmeidért. Add átölelésemet a lelkes jókai volnok is. Kedves Jankó, leveled nem csak úgy elolvastam, de meg is kaptam. Lesz ugyan elég derék gyerek az országgyűlésen, de a nép legbuzgóbb és legnőzdetlenebb baráti, úgy szólván egészen kimaradtanak. Éljen a népképviselet! Öcsém, a szüret elmúlt. Hál' Istennek, nem mondok egyebet. Akár van bor, akár nincs, hál' Istennek, mert a szüret elmúlt. Én kiszenvedtem. Egyéb iránt, pajtás, olyan húszakó borom lett, mint a pinty. Gyere, igyuk meg ketten. Én is tizet, te is tizet. Vagy inkább ne igyuk. Ha eljön az ellenség, lekenyezzem vele. Hogy lehet valakit borral lekenyezni? My dear Jankó, I am itt hagyink Debrecent, zászló aljunk Becskerekre, mert holnap után. Én pedig Andrewre, mit úrláv januárusig. Tehát oda légy nekem firkáling, mégpedig mocs. Tiszteleting and csókoling a tiéd familia, és kendet vagyok barátod. P.S. Kedves barátom, csak két szót írok. Apa vagyok. A többit olvasd a fehér papírosról. Szintúgy leolvashatod, mintha írnám. Ma délben született fiam, kit holnap vagy holnap után fognak megkeresztelni. Keresztapja és keresztanyja bizonyos. Arany János és Arany Jánosné lesz. A fiú neve Zoltán. Ölelünk benneteket, szerető barátod, Petőfi Sándor. Kedves öcsém, illetőleg bátyám, élsz-e még? Én még élek, pedig ott jártam, ahol a halál kézzel-lábbal dolgozott, és dölt belé az ember, mint bőgőbe a húszas. Nem táborába tetettem át magamat, és nem adjunk tusába tett. Csak azt tudja, mi a csata, aki bemoldalán utam, mint én voltam ötvéres ütközetben. Halitetteimről szerényen hallgatok, csak annyit jegyzek meg, hogy hozzám méltólag viselem magamat. Előhiszem elég. Jelenleg mint futár vagyok Debrecenben, s egy pár nap múlva lódulok vissza. Tudod, mindig édes volt előttem a családi élet, de soha olyan édes, mint most. Mivel elmúlt csaták után és új csaták előtt lehet a feleségemet, fiamat. Isten veletek! Ölelünk, csókolunk benneteket. Írtál-e már keresztfiamnak vagy egy verset? Írj! Isten hozzád! Igaz barátod! Petőfi Sándor. Nagyságos Petőfiné Szendrei Júlia. A napokban felkeresett Bujovszky Gyula, s elmondta, hogy ön a férje után érdeklődik. Nem hiszi el, hogy meghalt, amíg egy hiteles szemtanú el nem mondja, hogy látta Petőfit, a magyarok nagy költőjét meghalni. Asszonyom, én az ön férjét meghalni nem, de holtan igenis láttam. Legalábbis a későbbi szemtanúk azt állították, amikor leírtam nekik a Fehéregyháza és Héjasfalva között talált holttestet. Asszonyom, sajnálom, hogy el kellett vennem öntől a reményt, s tőlem kap bizonyosságot a férje haláláról. Fogadja őszinte részvétem.
Tisztelettel, Johann Heite, császári őrnök. Köszönjük az iskola műsorát, megemlékezésünk a 48-as emlékhely megkoszorúzásával folytatódik. Felkérem az egyházak, intézmények és szervezetek képviselőit, hogy a ráckevei 1040-es számú Arany János cserkészcsapat tagjainak segítségével helyezzék el a megemlékezés virágait a szólítás rendjében. Koszorút helyeznek el. Ráckevei Református Egyházközség. Római Katolikus Egyházközség.
Ráckeve város önkormányzata. Ráckevei járási hivatal. Bölcsöde. Ráckevei Árpád fejedelem általános iskola. És akkor tekerem vissza. Aha. Így működik. Jó legyen erre. Ráckeve szakorvosi rendelő intézete és a rendelőintézeti gazdaság ellátó szervezet. Ráckevei Vénusz Színház. Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola. Karica Máté Városi Könyvtár.
katolikus általános iskola? Azt nem feltétlenül jó, ha elázunk most, mert esik az eső. Igen. Igen. Nézd a laptopot. Aha, használ. Beállítom, és akkor pattintom. Kivárványom oda! Húzom. Papírt megisztem. Demokratikus koalíció Ráckevei szervezet. Fidesz Ráckevei szervezete. Jobbik Magyarországért mozgalom. KDNP Ráckevei szervezete. Lehet más a politika. Ráckevei Polgárőr Egyesület.